Sziasztok, Kalmár Elvira vagyok, és a HR Fest videósorozatának következő állomásaként a Nexon irodaház tornyából jelentkezünk, beszélgető társaim pedig Sas Katalin és Lakatos Márk. Ahogy itt készültünk erre a beszélgetésre, és hallgattam, ahogy egymással csevegtetek, egyértelmű volt, hogy nem először találkoztok, és ezt tudom is. Úgyhogy rögtön azt is fogom megkérdezni, Katalin, talán tőled először, hogy ha jól tudom, nektek volt közösen egy sikeres koprodukciótok tavaly karácsony környékén. Mesélnél nekünk egy kicsit erről, hogy hogy került Márk a képbe, és mi történt a Nexon házatáján? Hát Márkot valóban ismerem. Időnként összefutunk a városba valahol, valamikor, de természetesen tudom, hogy mi a tevékenysége, milyen, mit csinál, és az egész onnan indult, hogy minden évben, december közepe táján, hát azért a Nexon is tart egy évzáró rendezvényt, hát azért csak hátra tekintünk, hogy mi történt ebben az évben, de ezt most már 30 éve igyekszünk olyan illő körülmények között megtartani. Az illő körülmények az azt jelenti, hogy volt eleinte hárman voltunk, most már 350-en vagy 400-an voltunk körülbelül ebből, és mindig az volt a cél, hogy ne csak együnk, igyunk, játszunk, mert játék is van, meg, hanem valamilyen produkcióval is meglepjük magunkat, akkor inkább így fogalmaznék. És az évek során kiderült az, hogy mindig az a produkció a legjobb, amiben a saját munkatársaink részt vesznek. Hát annak mindig sikere van, és olyan, tényleg olyan kirobbanó típusú sikere. És akkor már volt ének, volt szerencsénk Kulka művész úrral föllépni, és így tovább. Tehát volt saját kórusunk, saját dalunk, és így tovább, és akkor ott ültünk, és hogy most mit csináljunk. Ocskai Szilárd, ugye a tulajdonos társam, annak bármit mondtam, azt mondta, hogy haj, hagyjál már. És már megint zenélni akartok, meg ezt hívsz be. Én már felsoroltam mindenkit, hogy hívjuk meg. És akkor volt egy konferenciánk, aminek a szünetében, az novemberben volt, a szünetében így ültem, és így ránéztem, és mondom, mit szólnál egy divat bemutatóhoz? És azt hittem, hogy azt mondja, hogy menjek haza. és akkor rám nézett, és azt mondta, hogy persze. És mennyibe kerül? Mondom, sokba. De tulajdonképpen a mai napig nem tudom, hogy mi volt az, ami tennyire beindította ez a kaland. És akkor utána így nézett rám, és mondtam, hogy természetesen arra gondolok, hogy a divat bemutatója legyen, hogy a profik és a mi munkatársaink keveredjenek, és részt tudjanak venni, illetve együtt tudjanak működni. És őszintén megmondom, hogy akkor jutott eszembe a Lakatos Márk, akit én tartottam, és tartom most is annyira vagánynak, hogy ebbe belemegy. Márk, és azon kívül, hogy vagány vagy, mi az, ami téged egy ilyen meghívásban inspirál? Hát egyrészt ugye mi a Katalinékkal régóta ismerjük egymást, többek között ebben az irodaházban is dolgoztunk már előtte egy fotózás kapcsán, tehát azt tudtam, hogy a Nexon az egy olyan típusú cég, aki nagyon izgalmasan és nagyon úttörő módon vesz részt a piacon nagyon sokféle tekintetben is, például a dolgozóival ápolt viszony terén is. És hát természetesen egy olyan divat bemutató, ami arról szól, hogy egy közösségi élményt épít az ember, az egy nagyon izgalmas dolog. Főleg azért, mert hogy a divat bemutató az egy olyan műfaj, ami mindig így a távoli csillogásról szól, és amikor ezt bevonjuk, oda adjuk az embereknek, akkor természetesen ugye rögtön jön egy csomó olyan izgalom, hogy de vajon elég jók vagyunk-e, meg tudjuk-e csinálni, elég csinosak vagyunk-e, egyáltalán mit keres rajtunk egy designer ruha, és hát ott én már igazából az elememben érzem magam, mert pont ez az a terület, ahol az embereket igenis egy ilyen félelemből, vagy egy ilyen bizonytalanságból át lehet egy olyan irányba fordítani, ami aztán egy olyan elképesztően jó élményt és boldogság élményt adhat, ami pont egy ilyen rendezvényt, egy ilyen nagy születésnapot, egy ilyen visszatekintő óriási eventet gyakorlatilag emlékezetessé tehet.
Akkor, ha jól hallom, ti nem tudom, hogy tudtátok-e, de hogy már készültetek arra, hogy a munkatársaitokat, Katalin, akár ilyen váratlan helyzetekbe invitáljátok meg, mint amit akkor még de nem sejthetett senki. Hogy aztán... A siker nálunk mindig az volt, hogyha a munkatársaink részt vehettek rajta, és egyébként soha nem volt olyan, hogy ne, de túljelentkezés volt mindig, tehát ez a, hogy a meghirdet, azt hiszem most is volt túljelentkezés, hogy már nem lehet az, hogy többletbe legyünk, mint a profik, és azért, jó, hát azért castinget nem csináltunk, tehát de hát azért nagyon szép számmal, és ugye a meglepő az volt, hogy a fiatal emberek is részt vettek, tehát hogy nem egy tipikusan női divatbemutató volt, hanem egy vegyes. Abszolút, és ráadásul az volt az izgalmas, hogy ugye ez egy 30 éves születésnap, tehát azért is nem lehetett mindenki jelen a bemutató, mert ugye a 30-as számot próbáltuk tartani a elmúlt 30 év zené, az elmúlt 30 év kultúrájából, az elmúlt 30 év tervezőiből, magyar tervezőiből, az elmúlt 30 év magyar divatjából, úgyhogy emiatt is kezdett egy olyan műhelyi munka kialakulni, egyébként itt ebben a szobában is, mert itt voltak a ruhapróbák, úgyhogy pont most emlékszem így vissza, hogy milyen volt itt decemberben a hangulat. Tehát gyakorlatilag ez sikere volt ítélve ez a vállalkozás, és azért tetszett nekem nagyon, mert szerintem, hogyha van valami, ami fontos egy cégnek a belső kommunikációban, ami aztán természetesen kifelé is sugárzik, az az, hogy hogyan emeli föl a dolgozóit, hogyan emeli föl az összes embert, akivel egy családba tartoznak, hogy valami ilyen típusú élmény megélhessen mindenki. De a Márk nélkül nem ment volna. Tehát most muszáj, tehát ott ő is, meg a csapata is olyan szeretettel, olyan kedvességgel bántak hát tulajdonképpen azokkal a munkatársainkkal, akik először érezhették ezt meg, hát egyik sem volt még ilyen szituációban és helyzetben, de én azt hiszem, hogy tökéletesen sikerült feloldani a gátlásaikat, igen, ha voltak, és vagy legalábbis nem látszott, hogy... Nem, nagyon, nagyon profi módon álltak helyt. És ahogy hallgatlak titeket, hallom azt is egyrészt, hogy önnek szólnak tényleg a 30 év alatt is, hogy mennyire fontos az, hogy milyen az élet belül is, meg hogy figyeljetek a munkatársaitokra. Márk, neked meg az, hogy embereket így megemelni, magabiztossá tenni. Mindezekkel a hátatok mögött megérkezett a vírus mindenkihez. Igen, eddig volt a nosztalgiázás. Igen, eddig volt a nosztalgiázás. Egy decemberről beszélünk, igen, ahol már... össze tudtunk jönni 350-re. Szóval ez messze múltnak tűnik, igen, és ehhez képest a nem olyan messzi múlt pedig az, hogy karanténba zártuk magunkat önkéntesen, vagy teljesen, vagy részben. Mesélsz, Katalin, egy kicsit nekünk arról, hogy ti a Nexonban hogyan tudtatok a munkatársaitokról gondoskodni ebben az időszakban? Mi az, amit itt tudtatok nyújtani nekik? Amikor elhangzott ez az utasítás, vagy felhívás, amitől én ki fogom mondani, jó? Én idegrohamot kapok a Maradj Otthon című kifejezéstől, mert nem ez a lényeg, hanem az, hogy vigyázzunk, és együtt oldjuk meg. Ugye nekünk ez a szlogenünk, hogy együtt megoldjuk. És nekünk azt kellett megoldani, hogy valóban a mi munkatársaink biztonságban érezzék magukat, mert én azt gondolom, hogy itt mindannyian megértettük, hogy nem vagyunk egyformák. Van, aki fél, van, aki rendkívüli módon fél, van, aki a családját félti, van, aki a gyerekeit félti. Tehát meg kellett teremteni azt a lehetőséget, és nagyon gyorsan, hogy itt 300-350 ember otthonról tudjon dolgozni. Ugye azt nem lehet feltételezni, hogy mindenkinek van otthon számítógépe. Tehát elindult a beszerzési láz, a szervereink felkészítése, a sávszélességeink kibővítése, és engedjétek meg, hogy megdicsérjem a IT-s kollégáimat, akiknek hát azért el tudjuk gondolni azt, hogy ezt a mennyiségű gépet nekik fölkészíteni olyan módon, hogy azon a Nexon rendszerein dolgozni, és IT-biztonsági szempontokat is figyelembe véve dolgozni lehessen. Sok mindent tettünk, amíg még bejártak esetleg munkatársak, akkor telekocsival, mert azért a Nexonnak vannak autói, és nagyon olyan szépen önszerveződtek, hogy nem is kellett ebbe beleszólni.
Természetesen nem zártuk be a házat, tehát hogy kulcsra nem zártuk be, de minimalizáltuk abszolút mértékben. De olyannyira minimalizáltuk, hogy még talán egy héttel vagy két héttel ezelőtt a Szilárddal bent voltunk valamelyik nap, és azt mondja nekem, hogy te jó Isten, hát ezt tudom, akkor nem építünk ekkora házat. Mert hát ugye, még sokan otthon vannak. Igyekeztünk azt is, hogy hogyan kell home office-ban dolgozni. A vezetőink is nagyon jól beleálltak ebbe a képbe. Mindegyik kidolgozta a saját területére a munkamódszerét, a mérési módszerét, ugye ez mostanában elég trendi, hogy home office-ban is mérni kell a teljesítményt, meg a munkát, meg az eredményeket meg kell mutatni. De például nagyon sokat, és ezt nagyon jól csinálták, és nagyon sokat próbáltunk beszélni arról is, hogy kell megszervezni egy napot otthon. És akkor itt jössz te. Hát mert ugye mi onnan kezdtük, hogy talán nem a pizsamába. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, és egyébként, ahogy hallgatlak, ugye az egyik kulcsmondatod az volt, hogy azt mondta a Szilárd, hogy úristen, ha ezt tudjuk, akkor nem építünk ekkora házat, és ugye, ha arra gondolunk, hogy mi lesz a jövő majd most, hogy a szigorítások lazulnak, és ugye nem visszarendeződünk, hanem megyünk előre felé, valami felé, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen tanulságokat szűrhetünk le ebből az egész helyzetből. Egyrészt természetesen a saját magunkkal kapcsolatos tanulságokat is, hogy hogyan viselkedtünk, hogyan féltünk, vagy nem féltünk, mennyire vagyunk szabálykövetőek, vagy mennyire próbálunk mindig kibújni, és egy kiskaput megtalálni a saját identitásunk, vagy a saját szabadságunk védelmében. Ez ugye nagyon érdekesen megmutatkozott az elmúlt időszakban. Illetve hát, hogyha otthon dolgozunk, vagy otthon maradunk, akkor van-e értelme olyannak, hogy business dress code, vagy business casual, vagy egyáltalán a ruházatunk, az otthon, van-e olyan, hogy otthonka, ugye, ami a 2020-as divattrend lett, az otthonka, az hogyan kapcsolódik a munkaruhához, egyáltalán az öltözködési kódrendszerek hogyan fejlődnek, és nekem erről a New York Fashion Week jutott eszembe, ahol legutóbb, amikor voltam, az egyik menő dizájnernek már nem is business casual volt a kollekciójának a címe, hanem street casual, ami egy nagyon izgalmas módon mutat előre, hogy hogyan fognak még inkább összefonódni, vagy egymásra hatni azok az öltözködési szabályok, amiket idáig mereven elválasztottunk egymástól, de hát egyébként már az office-okban is, az irodákban is a jeans nappal, a nyakkendő nélküli nappal, adott esetben a sportcipő nappal, tehát lazulnak ugye a 20. századi öltözködési szabályok egyre inkább lazulnak és demokratizálódnak, de az, hogy ennek milyen hatása lesz, ez egy érdekes kérdés. És lehet, hogy akkor ez elmegy majd egy home office casual irányába is? Most ezt azért kérdezem, hogy én nagyon sokat dolgozom online, és a webináriumaimon, meg a kóljaimon látom, hogy ahány emberrel beszélek, annyiféleképp lazított az öltözködésén, de mindenki észre lehet venni, hogy lazított valamennyit. De már nem ritka, hogy egy HR vezetővel, hanem videófelvételen, csak egy munka megbeszélésen vagyunk, egy vastag pulcsiban ül otthon, smink nélkül, frizura nélkül. Tehát, hogy biztosan lazultunk mindannyian. Hát szerintetek, igen. Én is például azért jöttem sorba, mert azt gondoltam, hogy aztán el fogunk ülni, ugye? Amit a híradó műsorvezetők már évtizedek óta tudnak, hogy egy strandpapucsban és egy shortban felül zakóban, nyakkendőben is végig lehet nyomni egy komoly híradót, ugye? Itt most nagyon sok ilyen dolog előkerült az elmúlt hónapokban, és nekem az jutott eszembe, hogy milyen érdekesen változhat meg, és ezek tervezési kihívások is, hogy ugye például a férfi öltözködésben a zakó azért jellemzően, ingnyakkendő, az jellemzően álló pozícióban kényelmes viselet, ugye begombolom, kigombolom, de minden akkor, hogyha a következő évtizedekben, hogyha home office sokáig marad, akkor egyszer csak az ing és a zakó összeolvad, és valami olyan fajta férfi felső ruházat kerül elő, ami kidolgozásában, eleganciájában, minőségében mutatja a pozíciót, de közben mégis egészen másképp viselkedik egy folyamatos ülőhelyzetben. Itt a Nexonban ilyen kötelező dress code nincs. Természetesen, hát őszintén megmondom, hogy
Én mindig úgy éreztem, hogy nincs is rá szükség. Tehát mindenki, amiben kellemesen jól érzi magát, tehát nem kötelező a magas sarkú cipő, az öltöny. Ha valaki azt akarja hordani, akkor hordja. Ugye nálunk Kocskai Szilárd a fő, az ő nyakkendőt nem vesz föl. Tehát ez, ő már 20 éve ezt elhatározta, és ezt nem. De hát ettől függetlenül én azt gondolom, hogy tisztességes a megjelenése. És tudod, most hagyj osszak meg egy titkot, hogy a minap találkoztam egy vezérigazgatóval, aki egy rendkívül jó minőségű gyapjú kardigánba volt. Én azt kell, hogy mondjam neked, hogy egyébként nekem nagyon tetszik a férfiakon a gyapjú kardigán, és meggyőződésem az, hogy az a férfi, aki egy ilyen hát kvázi üzleti tárgyalásra ezt fölmeri venni, az egy magabiztos ember. És az öltözködésnek ezt kell, hogy sugározza. Igen. És az, hogy ha ebben ő jól érzi magát, az mindenen át fog jönni, és át fog sugározni. És ez azért nagyon fontos, amit mondasz, mert hogyha elfogadjuk azt, hogy az öltözködésünkkel a saját személyiségünket kommunikáljuk, akkor gyakorlatilag el kéne, hogy tűnjön a business dress code, hiszen az egy gyakorlatilag biztonságot sugárzó egyenruha, viszont sokkal kevésbé szól rólunk, és egyre inkább az ilyen típusú tárgyalásos helyzetekben is az a fontos, hogy kinek milyen a személyisége, és azt hogyan mutatja meg, nem? Én is, ahogy készülöttem már, benéztem a ruhatáramba, egyrészt én is lelazultam otthon, másrészt, Lakatos Márkkal is találkozom, mit vegyek föl. És igen, ugyanezen futottam végig, hogy hát de azt fogom fölvenni, amit tulajdonképpen egyébként is szívesen fölvennék, és nem azért, mert nem tisztellek meg, hanem mert Katalint is, téged is, meg magamat is azt hiszem azzal tisztelem meg a legjobban, hogy azt veszem fel, amiben én lehetek. De ez lenne a lényeg, nem? Hogy eljussunk egy olyan helyzetbe, amikor az emberek ne megfelelni próbáljanak az öltözködésükkel, mert valami szabályhoz van kötve, és ha ezt nem teljesítik, akkor gyakorlatilag szégyenben maradnak, hanem mindenki becsülje meg annyira saját magát, és mindenki tartsa magát annyira értékesnek, hogy annak megfelelően kifejezi a ruhájával azt, hogy ő igenis egy értékes ember. De már ez csak akkor működik, hogyha ő is elhiszi. Hát igen, pontosan. Mert hogyha feszeng benne, akkor elveszít mindent magából. De most, hogyha egy pillanatra az öltönyre visszatérnék, ugye vannak jogászok is megszombat. Hát ugye náluk azért van ez a standard öltözködés. De azt kell, hogy mondjam, hogy most látom rajtuk is, hogy ez nem lazulásnak tekintem, bár lehet, hogy te azt mondod, hogy igen, hogy a nagyon rövid zakó, nagyon szűk zakó, kigombolva, tehát hogy szűk nadrág, tehát nem az a vasalt nadrág, és így tovább, tehát hogy már mint hogyha ebben is lenne egyfajta könnyedebb és szimpatikus változás. Könnyedebb, másrészt meg ebben azt mondod, aminek én nagyon örülök, hogy a magyar férfi társadalomnak egy jelentős része elkezdte követni a divatot és a trendeket. Tehát, hogy alapjelenség volt az, hogy a magyar férfi az két számmal nagyobb öltönyt hord, mert azt gondolja, hogy az a kényelmes, és akkor az úgy működik is. Miközben ugye a tökéletesen szabott öltöny és a méretben passzoló öltöny az, amiben mindenki a legelegánsabb lehet. Akkor is, hogyha egy kicsit kényelmetlenebb, mint egy tréningruha, de hát ugye valamit valamiért. Akkor tulajdonképpen, ha szumáznánk, lehet, hogy azt is mondhatnánk, hogy ez az időszak hozott mégiscsak egy olyan lehetőséget is, amiben az emberek egy picit jobban megtalálhatják önmagukat, és talán egy kicsivel bátrabban jövünk majd ki elő az otthonainkból, odúinkból, hogy azt mutassuk meg magunkból, akik vagyunk, akár a ruházkodásunkkal is. Ez egy érdekes dolog, amit kérdezem, mert ez most villant be, hogy ha otthonról dolgozol, akkor gyakorlatilag valahogy mégiscsak az otthonodban vagy. Tehát az a fajta kommunikáció, ami lehet, hogy az első időszakban még zavart, mert ott vannak a gyerekeid és online tanulnak, nem vagy az egész szituációhoz hozzászokva, tehát ennek nagyon sok kihívása volt ennek a 3 hónapnak, de eleve az, hogy egy kicsit a saját váradból, a saját mikroklimádból kezdesz kommunikálni, az lehet, hogy erősíthet. Hogyha ezt hozzászoknak az emberek, és megfelelően kiépítik a formáit. Igen, tudod, én is akkor, amikor tudtam, hogy online konferenciába fogok részt venni, akkor
Azért még egy kis minket is föltettem, tehát, mert hogy ugye más a világítás, más, tehát azért egy kicsit úgy hozza az ember a formáját. Hát most biztos nem feltűnő, de én általában mondjuk ide, ha bejövök, akkor ebben a formában jövök. Nem ragaszkodtam hozzá, de persze az az igazság, most akkor nagy titkot árul, nekem nincs pizsamám. Tehát, tehát én nem nagyon tudtam volna ezt pizsamába lezongorázni, de pontosabban a pizsamámat is varatom. Tehát úgy néz ki, mint egy normál ruha. Ráadásul ugye a pizsama az elmúlt századokban az egyik legmenőbb fashion item volt. Igen, és ebből meg azért én azt is hallom, Katalin, hogy és sokszor a sminket sem nem mások miatt tesszük csak fel, hanem egy csomószor nem, hát magunk miatt, hogy mi hogy érezzük magunkat. Így van. Hát igen, szerintem eleve nem mások miatt kell öltözködni, hanem a magunk megbecsülése miatt, és aztán abba fér bele az, hogy mi ezeket az eszközöket hogyan használjuk, szerintem. Hát nekünk a házunk teli van tükörrel, mert tükör és óramániás vagyok, tehát, mert mint egy antikóramániás, és hát amikor elmegyek a tükör előtt és belenézek, akkor nem, talán nem kéne megriadnom saját magamtól, és ez egy fontos dolog, mert akkor úgy lépek be a pékhez is, hogy azt kérem, és ha nincs, de kár, akkor a másikat. Igen. És akkor mindjárt összedik azt, amit kértem előtte. Ugye? Hogyha ilyen zárszó összegzést kellene itt mondanunk, mert nagyjából a beszélgetésünk végéhez érnénk, akkor kinek-kinek mi lenne a legfontosabb gondolat, amit szívesen még egyszer kihangosítanátok a nézőinknek is? Hát szerintem az, ami nekem a tanulság ennek az időszaknak, hogy tanulnunk kell és keresnünk kell az új kihívásokat, mert ha nem keressük, akkor meg fognak minket találni ezek a kihívások, és sokkal jobb elébe menni, és sokkal jobb úgy gondolkodni, hogy nyitottak legyünk, és keressük azt, hogy milyen új formákat, milyen új tartalommal tudunk megtölteni. Én azt szeretném üzenni mindenkinek, és én örülnék, hogyha ezt így sikerülne valamennyire elkezdeni átvinni, hogy felejtsük ezt a visszarendeződés című kifejezést. Ez az, hogy szerintem nincs is értelme, mert azért most 3 hónap telt el, tehát 3 hónap alatt azért sok mindent tapasztaltunk, és amit tapasztaltunk abban, igenis vannak jó dolgok is, meg vannak nehézségek is, a nehézségeket küszöböljük ki, ami jó volt, azt meg tartsuk meg. Itt házon belül is mi készülünk arra, hogy a home office-t oficiálisá tenni, szépen megtervezni, tervezett módon, és nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon nagy a munkatársainknak az a vágya és kívánsága, hogy ezt nehogy eltüntessük örökre. Az más kérdés, hogy közben hallom azt, hogy de azért szabályozzuk. Miközben én érdekes módon nem ennek vagyok a híva, én sokkal inkább bízom a saját vezetőimben, hogy majd ők eldöntik, hogy ezt hogyan tudják megszervezni, de ha szabályozni kell, majd szabályozzuk. És ettől függetlenül maradhat a szerintem emberi működési mód. És ezt azért hagyj tegyek egy rövid zárszót, hogy ugyanabba a folyóba kétszer belelépni nem lehet. Tehát nem lehet. 3 hónap annyira megváltoztatta ezt a világot, hogy ezt nem szabad visszasírni, és visszasírni semmiféleképpen nem. De ha megengeditek, ugye Huxley-tól idézve, hogy ez a szép új világ, hogy építsünk egy új társadalmat, ami lehet, hogy nem lesz olyan tökéletes, de szabadabb lesz. Hát amennyiben az előtte való az tökéletes volt. És mindig lehet jobb. Köszönöm szépen, hogy ezzel zárhatjuk, és hogy ezzel az üzenettel, hogy egy ilyen időszakból is, ami a kezdetekben kihívásokkal telinek tűnt, egy csomó mindent tanultunk, ahogy mondtátok, egy csomó mindent tanultunk magunkról, arról, hogy hogyan működik akár a home office, hogy működik más, hogy a divat és a ruhák rajtunk, és ahogy érezzük, és hogy ebben a magabiztosságunknak milyen szerepe van. Szóval vigyük ebből tovább azt, ami előre visz bennünket, amivel egy jobb világot építünk, és mindig lehet jobb, úgyhogy ezen dolgozzunk egyetlen folyamatosan. Egyetlen egy dolgot, hogy még az emberi kapcsolatunkban is, tehát a munkatársaimat is más oldalról ismertük meg egymást. Nagyon sokat jelent. Viszont. Szóval nagyon szépen köszönöm a beszélgetést mindkettőtöknek. Köszönjük szépen a HR Fest nézőinek,
Én Kalmár Elvira voltam, és Sas Katalinnal és Lakatos Márkkal beszélgettem.